Nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit itt a játszótér és parkátadó ünnepségünkön. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándor urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm dr. Fazekas Sándor urat, országgyűlési képviselőt. Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Köszöntöm a DER Stender Kft. Ügyvezetőjét, dr. Fülöp Gyula urat. Köszöntöm a Dolag Generál Kft. Ügyvezetőjét, Laboncné Fekete Zsuzsannát, valamint Dobrai Imre urat. Köszöntöm S. Nagy Károly urat, műszaki ellenőrt. Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. Felkérem Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét köszöntő beszéde megtartására. Tisztelt jelenlévők, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselő urak, elnök úr, önkormányzati képviselők, intézményvezetők, kivitelezők, műszaki ellenőrök és mindenki, aki részt vett ebben a projektben, és nem utolsó sorban, kedves gyerekek, nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai napon, amikor egy mérföldkövéhez érkezett ez a területnek, ennek a területnek a felújítása. Mérföldkövéhez, és nem a végéhez, hiszen nagyon sok tennivalónk van még, ahogy szétnézünk a területen, vagy ahogy elnézünk ide a hátunk mögé is. Viszont az a rész, ahol most mi állunk, az elkészült, és készen áll arra, hogy birtokba vegyék a legkisebbek, birtokba vegyék a gyermekek a játszóteret, és birtokba vegye mindenki azt a zöld felületet, ami itt elkészült. Én nem is nagyon köszöntőt szeretnék mondani, hanem inkább bemutatni azt a fejlesztést, amit jelenleg át tudunk adni a nagyközönségnek, át tudunk adni a karcagiaknak. Hiszen nem csak egy projekt, amit az előbb elhangzott, a játszótér és az a barna mezős projekt valósult meg, hanem nagyon sok minden, sok pályázat futott össze, sok elképzelés jött létre azon az elhanyagolt területen, amely azelőtt itt van. És ha úgy szép lassan körben nézünk, akkor majd kérek mindenkit, hogy forduljon arra, vagy próbáljon arra fordulni, amely részről beszélek. Ugye nem olyan régen, egy évvel ezelőtt álltunk itt, amikor a kerékpáros pumpapályát átadtuk, és akkor mi már láttuk annak a területnek az elképzelését, amely itt a valóságban is elkészült. Átadtuk a pumpapályát, lehetett már használni azt a létesítményt, de minden más itt körülötte még bizony gazos volt, el volt takarva különböző palánkokkal, össze-vissza nőttek itt növények, nem abban a szép rendben, ahogy most látjuk. Aztán elkezdődött a munka, átadásra került az a Rónai Malom épülete, amit most kiszolgáló épületként lehet használni, hiszen be lehet menni egy picit hűsölni, lehet kerékpárokat kölcsönözni, mosdóként lehet használni, tehát ez is a nagy közönségnek került és kerül átadásra a mai napon. Aztán elkészült az a játszótér, amely egy külön pályázatból valósult meg. Én most nem kívánom elmondani a valamennyi résztvevőjét és tervezőjét, mérnököt, aki részt vett ennek a játszótérnek az elkészítésében, de ez is egy külön pályázatból és nagy-nagy odafigyeléssel valósult meg. Aztán, ha egy picit hátra nézünk, akkor látszik ott ösvények, sövények, illetve egy gyalogjárda, amely, ha végigmegyünk rajta, akkor úgy néz ki, mint egy életfa, amelynek különböző ágai vannak, és egy picit talán majd a sámándobnak a két végét fogja visszaadni számunkra. Tehát egy életfa, amelynek ágai vannak, az ágak végén falevelek, és ezekben a falevelekben kerültek elhelyezésre
azok a padok, amelyeken majd lehet egy kicsit megpihenni, lehet jókat beszélgetni. És nem ért véget még mindig a pályázati felsorolás, hiszen egy külön pályázatból ezek köré, a padok köré, köszönhetően a Magyar Biodiverzitási Programnak gyümölcsfák kerültek ültetésre. Minden egyes falevél külön-külön gyümölcs ültetésre került, tehát van ott kajszi barack, őszi barack, szilva, körte, megy, cseresznye. Úgyhogy amikor majd ezek meg fognak erősödni, akkor bizony a padokon ülve lehet kóstolgatni a finomabbnál finomabb őshonos magyar gyümölcsfajtákat. Úgyhogy nagyon sok minden elkészült, ahogy tetszenek látni, járdák, összekötő folyosók, lépcsők, itt éppen egy mezítlábas tanösvény kihozatalra került a városi sportcsarnokból, az a Kondi Park, amelyet még valamikor 2012-ben sikerült megvásárolni egy pályázatból, de köszönhetően a sportegyesületnek és néhány vállalkozónak felújításra került és elhelyezésre került ezen a területen. Tehát sok-sok olyan részből áll össze ez a nagy park, amely ma átadásra kerül, amelyen nagyon sokan részt vettek, és nagyon sok szakembernek a munkájának köszönhető az, hogy itt vagyunk. És ahogy tetszenek látni, és kérdésként is fölmerült, ezt a területet egy kerítés veszi körbe. Azért veszi körbe, hogy próbáljuk őrizni magát a környezetét, próbáljuk megóvni mindentől. Természetesen kapuk kerültek elhelyezésre, bejárati kapuk, bejárati ajtók, de ezek az ajtók nem lesznek bezárva. Nyitva lesznek, tehát ebbe a parkba folyamatosan lehet jönni. Még egy nagyon fontos dologról kell mindenképpen beszélnem, hiszen ha őrzésről beszélünk, akkor kamerák is elhelyezésre kerültek a területen. Jelenleg 12 olyan kamera működik, amely nappal és éjszaka is látja azt, hogy mi történik a területen. Tehát szeretnénk azt, hogy ebben a formájában sikerüljön megőrizni még nagyon-nagyon sokáig. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindazoknak a munkáját, akik részt vettek ennek a nagyon sok pályázatnak az összehangolásában, abban, hogy egyszerre tudott egymás mellett megvalósulni, egyszerre tudtak az építési folyamatok zajlani, és ma itt lehetünk ezen a csodálatos napon, és birtokba vehetjük ezt a beruházást. Ahogy az elején mondtam, nem értünk a végére, hiszen még mögöttem látszik az a terület, amelyet rendbe kell tennünk. A milánói kiállítási pavilon a végéhez közeledik, augusztus végén műszaki átadására kerül sor. A mellette lévő területet ugyanígy rendbe fogjuk tenni, ugyanígy parkosítva lesz, fákat fogunk ültetni, növényeket fogunk ültetni, a túloldali tó környékén is, és hát természetesen folytatódnak itt a további beruházások. A fürdőben folytatódik az a medenceépítés, amelyet elkezdtünk tőlünk nem messze, a Ligetúti sporttelep fejlesztésével. Ha egységben kezeljük a fürdőtől egészen a Lombkorona sétányig, akkor mondhatom azt, hogy egy országosan egyedülálló, szabadidő, játszó és kikapcsolódó rekreációs területet fogunk kiépíteni és átadni a karcagiaknak. Amelyről még nagyon kell beszélnünk, ugye azok a növények, hiszen nagyon sok növény került telepítésre a területen, évelők és fák formájában is. Nagyon nem látszik, de közel 300 fa, amely ezen a területen jelenleg elültetésre került, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy néhány évtized múlva itt egy csodálatos fás, árnyékos ligetben tudunk majd kellemesen és hasznosan szabad időt eltölteni. Én azt kívánom a mai napra és innentől kezdve minden napra mindenkinek, jöjjünk minél többen, legyünk a szabad levegőn, töltsük hasznosan és egészségesen a itt töltött időt, mindennapjainkat, és folytassuk közösen azokat a beruházásokat, amelyet Karcag jövője érdekében elkezdtünk, és amelyet Karcag jövője érdekében mindenképpen folytatni fogunk. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai napra. Köszönöm szépen.
Megköszönöm polgármester úrnak a tájékoztatót, melyet a projekt megvalósult mérföldköveiről nyújtott nekünk, és felkérem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, polgármester úr, képviselő úr, elnök úr, szeretettel köszöntök mindenkit. Egy város nem pusztán a lakosságot, a külterületet jelenti, nem pusztán egy címet, hanem az ott élő emberek közösségét, az önkormányzatukat, az, hogy vannak szolgáltatások, igazságügy, közigazgatás, munkahelyek, oktatás, kultúra, és ami nagyon fontos, hogy a városi cím mellett legyenek olyan létesítmények, amelyek az itt élő komfortját, pihenését, szórakozását biztosítják. És itt, ahol most vagyunk, ez a városi park, a városi létnek egy fontos eleme, hiszen egyszerre közösségi tér, a hagyományőrzésnek is a helyszíne, gyermekek részére játékos időtöltésre nyújt alkalmat, a felnőttek részére pedig egy szép pihenőhely. Én gratulálok ahhoz, hogy ez a kezdeményezés megvalósult, annak ahhoz, hogy egy 21. századi színvonalú, minden igényt kielégítő városi közparkban lehetünk most, és bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban ez még gyarapodik, és mindenki számára kellemes élményeket hordoz. Talán érdemes visszatekinteni a nem olyan túl régmúltba, 100-200 évre, hiszen ahogy említettem, a városi létnek vannak olyan előírásai, paraméterei, amelyek természetesek, no hát 250-300 évvel ezelőtt ilyen volt a vásártartási jog. Évente 3, majd 4 vásár volt Karcagon, ezt a városi privilégiummal kapta Mária Teréziától. És ez az a terület, ahol a vásárok zajlottak. Itt, ahol most vagyunk, illetve egészen a kórházig terjedt az a több hektáros, hatalmas, egybefüggő rész, ahol annak idején a jószágokat, a mezőgazdasági terményeket, a vásárpiákat és sok minden egyebet, szinte mindent árusítottak. Mert abban az időben nem voltak multiláncok, nem voltak nagy bevásárlóközpontok, hanem itt ezen a helyen cserélt gazdát a termék és a termény. Erre emlékeztet a vasútállomás, a kisvasút közelben látható megállóhelye, és hát erre az időre még emlékeztet a régmúltkorok tanúja, a Rónai Malom, hiszen itt egyúttal lehetőség volt megőröltetni a gabonát is. 5 nagy malom volt abban az időben a városban, ez az egyik. A másik egy érdekesség, hogy a vásártér azért is nagyobb volt, mert a vásár szélig a mai Deák körút vonaláig húzódott, tehát ezek az utcák, amik itt találtak, a Sport utca, Fürdő utca már később épültek be. Szintén a régi időkre emlékeztet a Cédulaház épület, ahol a paksust, a járlatlevelet állították ki, amikor egy-egy jószág gazdát cserélt, mert az állattartásra vonatkozó adminisztráció már 200 évvel ezelőtt is elég szigorú volt. Igaz, hogy betyárok is mozogtak itt, meg zugkereskedők, akik a környező házaknál lehettek pihenő helyet, sőt volt, hogy cirkusz is volt itt, és az állatokat itt helyezték el, a Deák körút környékén teve, meg oroszlán, meg ilyen állatok is voltak némelyik udvaron. És az útnak a túloldalán a kórháznál volt a szeles fogadó, ahol meg lehetett inni az áldomást. 1504 környékén törvény írt el, hogyha valaki egy nagyobb adásvételt lebonyolít, akkor arra kocintani kell, áldomást kell inni. Tehát látszik, hogy a királyi jogalkotás nem csak a városi címmel, a városoknak a szabályozásával, hanem a kereskedelemmel is foglalkozott. És persze, amikor nem volt vásár, akkor itt lovagoltak, a gyerekek játszottak, később pedig további funkciók lettek, amikor a TSZ-esítés bejött, azok a nagyvásárok megszűntek, de a település akkor is hasznosította ezt a területet, ide került a volán, a strandfürdő, utca épült, rendezvény helyszín is volt. És most megújulva látjuk ezt a területet, itt vagyunk, és hát egy új funkcióval sikerült megtölteni, amely illeszkedik a környező részekhez, és én bízom abban, hogy a hamarosan elkészülő Minálóni pavilon, a Sámándok fölteszi a koronát mindezen fejlesztésekre, amelyeknek a pontos eleme, hogy nem csak Karcagváros, a nagykunság lakossága számára nyújt lehetőséget a művelődésre, a kultúrára, a sportra, a játékra és a kikapcsolódásra, de országosan is ismertebbé teszi Karcagvárosát. Úgyhogy én gratulálok polgármester úrnak, az önkormányzatnak, minden tisztelt jelenlévőnek ahhoz, hogy ezen a napon most itt lehetünk, és kívánom azt, hogy erre még sokáig emlékezzünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.
Megköszönöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úr gondolatait, melyek a régmúltba tekintettek vissza. Felkérem F. Kovács Sándor urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét, ossza meg velünk ő is gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők, kedves fiatalok, gyerekek! Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök itt Karcag most már egyik legszebb pontján. És amikor kerékpárral jöttünk a családdal itt a kisföldek felől, akkor eljöttünk a Lombkora sétány mellett, az erdei futópálya mellett és az épülő sportpálya mellett, és a középső fiam azt mondta, hogy ez olyan, mintha nem is Karcagon lenne. Ez a terület, amikor megláttuk, mintha nem is Karcagon lenne. De kedves karcagiak, szokjunk hozzá, hogy most már ilyennek kell lenni Karcagnak. Most már Karcag ilyen város, és ilyen szép város. Mert a lelkünk mélyén mindig szép volt, hiszen a főterünket, a parkot, a kis utcákat mi mindig szépnek találtuk. De most, hogyha valaki távolról ide fog jönni, azt fogja mondani, hogy hűha, és Karcag most már ilyen lesz. Ilyen lesz, mint amilyen ez a liget. És egy régi ismerősömnek az édesanyja pici gyerekkoromban a piacon árult, ruhákat árult. És ő nem azt mondta a vevőinek, hogy milyen csinos, milyen szép, hanem az volt a mondása, hogy ebbe csak az irigység talál hibát. És hát, kedves karcagiak, az irigyeink is megtaláltak bennünket, mert azért nem csak jót mondanak itt a karcagi fejlesztésekről. Én olvastam egy szolnoki újságírónak a cikkét, aki azt mondta, hogy milyen borzasztó, milyen park ez, hiszen kicsik a fák. Azért, mert ez egy új park, és a 100 éves fa 100 év alatt nő meg 100 évesre. Az új parkban kicsik és fiatal fák vannak. De mi tudjuk, hogy meg fognak nőni azok a gyermekek, akik most játszanak és csúszkálnak a csúszdán, hintáznak, majd amikor az ő gyerekeiket fogja ide kihozni, akkor már ez egy nagyon lombos, nagyon szép park lesz, és úgy fogunk erre visszatekinteni, hogy a mi gyerekkorunkban is, a mi felnőtt korunkban, és majd az unokáink gyerekkorában is ez egy szép park lesz. És gratulálok polgármester úrnak, mert egy nagyon fontos dolgot hozott be a karcagi fejlesztésekbe. Mert azt mondta, hogy nem csak építkezni kell, nem csak fejleszteni kell, de a fejlesztéseket, az építkezéseket egymásra kell építeni. Egy olyan város kell építeni, hogy a gyerekek, akik itt felnőnek, azok szívesen maradjanak, amikor felnőttek lesznek. Amikor egy szülőnek megszületik a gyereke, akkor mindig arra gondolkozik, meg egy nagyszülő, amikor az unoka, hogy jó lenne, ha itt maradna. Mi egy olyan várost, és polgármester úr és a csapat olyan várost épít, hogy az itt születő gyerekek itt maradjanak, itt vállaljanak gyereket, családot, és azok, akik elkerültek innen, amikor munkahelyek és egy élhető város épül, akkor azt mondják, hogy szívesen hazajönnek élni és gyermeket vállalni Karcagra. Közös munkánk, hogy egy ilyen várost építsünk, és ez a liget, ez a játszótér, ez az egész kulturális rendszer ebbe illik bele, hogy aki itt született, az ne vágyódjon el csak kirándulni más vidékre, és akit elszólított az élet, az szívesen jöjjön vissza, hogy újból itt éljen Karcagon, újból ezt a közösséget gyarapítsa. Én gratulálok mindenkinek, és a legfontosabb az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, mert ha a gyerekek jól érzik magukat, akkor a szülő is és a nagyszülő is nagyon jól érzi magát. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, és vegyük birtokba most már a város egyik legszebb pontját, hiszen annyi szép pont van még. Köszönöm szépen! Megköszönöm F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr gondolatait, és felkérem Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét, ossza meg velünk köszöntő gondolatait. Jó napot kívánok! Köszöntök minden kedves karcagi és nem karcagi érdeklődőt is. Kedves polgármester úr, képviselő urak, kedves önkormányzati képviselők, és kedves kivitelezők, hadd gratuláljak ehhez a csodálatos műhöz, ami lassan-lassan betölti az Erzsébetligetet, ahol még annak idején mi magunk is karcagiként, gyermekként akár rendszeresen megfordultunk olyan rendezvényeken, ami az akkori kor színvonalának megfelelően, de mégiscsak méltó volt a városhoz. Új hagyományok jönnek, új terek jönnek létre, a várostervezők, a településtervezők olyan létesítményekhez és olyan
funkciókhoz keresnek teret, amiből hála Istennek Karcagon bőven van még. Nem csak az önkormányzati létesítmények és nem csak a közösségi terek újulhatnak meg, hanem számos olyan magánberuházás is létesül Karcagon, ami vonzóbbá, élhetőbbé teszi a települést, munkahelyek jönnek létre, és ahol érdemes letelepedni, ahol érdemes családot alapítani, hogy karcagi fiatalként itt maradni, ott majd a gyerekeknek is lesz jövője. És látjuk, hogy csodálatos dolog, amikor egy város a jövő nemzedékeibe, a jövő generációiba fektet be, és bizakodik, hogy ezek a befektetések, ezek meg fogják hozni azokat az elvárásokat, ami egy település fennmaradásával, a térség vezető funkciójának betöltésével együtt járnak. És itt a pályázati források kifejezetten jól hasznosultak, hiszen minden térségnek megvannak a maga forrásai, megvannak a maga lehetőségei, és saját maga alakítsa az itt élők és a város vezetői ízlésének megfelelően azokat a forrásokat és azokat a tereket úgy hasznosítsák, úgy hozzanak létre értéket, hogy abból a településen élők a lehető legjobban részesülhessenek. És nem csak azok a céljai a települési és területi és települési operatív programnak, hogy most jó legyen itt élni, Karcagon például, hanem a jövőben is jó legyen itt élni, és a fiataloknak, akiknek ez a tér, az Erzsébet liget hozza majd a jövő nagy lehetőségét, talán az első találkozásokat, az első randevúkat, az első csókok itt fognak majd elcsattanni, hát mindenféleképpen nagyon, nagyon szép, és nagyon maradandó emléket fog ez majd okozni annak, akinek része lesz benne. És azok, akik a város vezetői közül a képviselőtestület és polgármester úr vezetésével megtervezték, kivitelezték ezt a létesítményt, valószínű, hogy ők maguk is elgondolkodtak rajta, hogy milyen jó lenne most gyermeknek lenni, milyen jó lenne most akár 10-20-30 évvel, 50 évvel fiatalabbnak lenni, de én azt gondolom, hogy még így sincs okunk szomorkodni, panaszkodni, hogyha mi gyermekként jártunk itt először, most is nagy büszkeség ide kijönni, hiszen a városvezetői gondoltak a jövő nemzedékeire, a jövő generációra, és számukra hoztak létre egy gyönyörű, szép és élhető teret. Ez a fejlesztés szolgálja Karcag megtartó erejét, szolgálja a fiataloknak a kikapcsolódás, a szórakozás, a szabadidő hasznos eltöltésének a lehetőségét, és az összes többi projekttel együtt, ami hamarosan átadásra, megvalósításra kerül, erősítse Karcag vezető, térségi vezető szerepét, hiszen gazdaságilag, társadalmilag, kulturálisan Karcag mindig is kiemelkedett a környezetből, mindig is a nagykunság fővárosaként, és mindig is a térség meghatározó gazdasági erőtereként fogalmazták meg Karcagot. Karcagnak van jövője, Karcagba érdemes befektetni, Karcagon érdemes itt maradni, letelepülni, családot alapítani, és a gyermekeknek, a felnövekvő generációknak pedig érdemes lesz hazatérni, hiszen a városvezetői gondoskodnak arról, hogy élhető településre térjenek haza, élhető településen nőhessenek föl a jövő nemzedékei is. Gratulálok polgármester úrnak, nagyon köszönöm a kivitelezőknek, a műszaki ellenőrnek és a Destendernek, hogy ebben a megvalósításban szakmai és gazdasági partnerei voltak az önkormányzatnak, így a vármegye rendelkezésre álló fejlesztési források kiválóan hasznosulhatnak, és azt kívánom minden kedves karcaginak, akár régebb óta fiatal, akár most fiatal, hogy rendszeresen látogasson ki, és a szemével hízlalja ezeket a gyönyörű szép fákat, a gyönyörű szép környezetet, hadd nőjenek, hadd hízzanak, hadd zöldüljön a fű, és hamarosan lakja be Karcag az Erzsébet ligetet, legyen ez minden karcagi számára az egy legvonzóbb kikapcsolódási lehetőség, hogy ide kilátogat. Köszönöm, hogy én magam is itt lehetek, és Molnár Pál képviselő úrnak, akinek a Liget utca önkormányzati képviselőként ennek a beruházásnak az átvétele majd lehetőségében áll. Azt kívánom, hogy a lehető legtöbb alkalommal ossza meg az egyes számú egyéni választókörzetében élő polgárokkal, ossza meg az itteni lehetőségeket, szervezzen ide minél több programot, a város vezetését szervezzen ide a gyerekeknek és a szüleiknek, nagyszülőknek is olyan programokat, amivel rendszeresen tudunk majd találkozni, és rendszeresen meg tudjuk tölteni a Ligetet. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!